Elkezdődött a nyelvhasználati verseny Babits Mihály költészetéből. Az országos középiskolai megmérettetésnek a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégium adott otthont. Puskás Pétert édesanyja motiválta a benevezésbe, aki magyar tanár, és ezáltal az irodalom, a versek szeretete szinte napirenden volt a családjukban. Korábban már részt vett Kazinci szépkiejtési versenyen. A szereplés során több mint 20 versből kellett választani a versenyzőknek. Én a Mint forró csontok a mágián című versét fogom mondani. Úgy érzem, hogy ezáltal legközelebb hozzám. A mondani valójával együtt tudtam érezni, de a többi verse is nagyon, nagyon megfogott, de ez úgy érzem, hogy ehhez van közöm is, szóval a saját életemből is tudok meríteni ezt. Akik verset mondanak, azok van, hogy írnak is. Péternek a fiók mélyén van néhány írása, de nem ez jellemző rá. Ha mégis tollat fog, akkor leginkább a természet különleges volta ragadja meg. A természetről szoktam írni. Inkább csak ilyen érzéseket, ami mondjuk egy hazafelé sétán, átmegy a fejemen, látom, hogy esnek a levelek, vagy esik az eső, az egy nagyon, nagyon szép dolog, úgy érzem, és ez meg tud ihletni például, de tényleg nem írtam sokat. A budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumból is érkezett versmondó, kiskorától kezdve járt szavaló és nyelvhasználati versenyre, Madarasi Flóra. Én az ünnepet választottam Babits Mihálytól. Igazából nehéz választás volt, mert nagyon sok lehetőségünk volt, de azt gondolom, hogy egy pár szelektálás után mindenki megtalálta a hozzáillőt és vele passzolót, szóval nekem ez az ünnep lett. Én is gondolkozom irodalmi pályán, de én nagyon szeretem az embereket is, szóval még a pszichológiával kapcsolatban is gondolkoztam valahol, de nekem a kommunikáció az mindenképp szerves részét fogja képezni a munkámnak, én azt érzem. Az Óbudai Árpád gimnáziumból egy lebetegedett társa helyett jött el a Babits Mihály nyelvhasználati versenyre, Besze Zalán Bendegúz. A versenyző nagyon szeret olvasni. Általános iskolás koromban már olvastam Babits verseket, volt, amiket meg is tanultam, viszont mióta gimnazista vagyok, nem igazán foglalkoztam Babits munkásságával, de nagyon örülök, hogy eljöttem erre a versenyre, hiszen most már tudok, és regényét is olvastam. Babits Mihálytól a Könyvtelenek könnyei című verset választottam. Megérintett ez a vers, volt néhány másik lehetőség is, ami között hezitáltam, viszont ezt éreztem magamének. A nyitó műsorban szerepel Hegedűs Csenge Laura. Ő nem versenyző, de az írás és főleg az újságírás érdekli, ezzel szeretne foglalkozni később. Az osztályfőnök választott ki minket erre a feladatra, és szívesen vállaltuk, mivel egy rendkívül nagy élmény megnyitni ezt a fantasztikus versenyt. És a későbbiekben én is szeretnék indulni, hogyha elérem azt a kort, szóval 11-12-ben. Kalász Gyula, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma nyugalmazott igazgató helyettese, történész és most zsűritag, még annak idején a Babits Mihály nyelvhasználati verseny indulásában vett részt 1997-ben. Ő volt akkor a rendezvény titkára. Következzen egy kis múltidézés. Annak idején, amikor elindult ez a verseny László Károly indítványára, aki volt Ciszterci diákként, szorgalmazta, hogy Babits emlékét és a szép magyar beszédet segítse, dotációval is, és ötletekkel, akkor volt szerencsém annyiban kapcsolódni, hogy én voltam az egész verseny lebonyolításának a titkára. Ez zömmel a szervezést jelentette, és magának a versenynek a levezetését. Kiváló szereplőkkel, olyan fantasztikus tehetségek vonultak föl, a diákok közül, akik közül többre ma is emlékszem. És meg kell említenem, hogy a zsűri is az eseményhez méltó nagyságrendet képviselt, hiszen Bőzsöny Ferenc vett részt zsűri elnökként is, Bánfi György, és még jó néhányan. Az értékelésnél fontos szempont a szép kiejtés, a tiszta beszéd, a vers szövegének pontos tudása, de van még valami, aminélkül nem él a vers. Ezt a valamit Mekisdé János, a PTE Modern Irodalom Történeti és Irodalom Elméleti Tanszékének egyetemi docense, a zsűri elnöke mondja el. A versmondásnak nem csak az a feladata, hogy felmondjunk egy szöveget szépen érthetően, természetesen ez a minimum, de ez értelmezés is egyben. Értelmezzük a szöveget, mint a szöveget magyaráznánk. Mindenki, minden versenyző a saját gondolatait teszi hozzá, szinte láthatatlanul, csak a hangsúlyaiban, fellépésében,
érzelmeivel hozzáteszi a szöveghez. A Babits Mihály nyelvhasználati verseny indulását követően 8 év után 2005-ben támogatottság híján megszűnt. Majd a szavaló verseny 17 év után napjainkra újra élet. Ebben sokat segített a Rákóczi Szövetség, melyhez pályázatot nyújtott be a gimnázium, valamint az iskola, illetve az iskola alapítványa, mondta Nagy Katalin magyar tanár. Két részből áll a versenyünk. Az első rész, ami délelőtt zajlik, egy versmondás. Kiadtunk Babits verseket, és a diákok ebből választhattak, és azt fogják most elmondani itt az első fordulóban, egy szakmai zsűri fogja őket értékelni, és délután pedig a szónoki beszédekre kerül sor, amely egy Babits regényhez kapcsolódik, ez a Timár Virgil fia című regény. Ezt a regényt kellett a gyerekeknek elolvasni, és itt fogják megkapni azt a feladatot, amely alapján egy szónoki beszédet kell megírniuk, majd pedig előadniuk. Az országos megmérettetés 10 és 12. évfolyamos középiskolások számára volt meghirdetve. A Babits Mihály nyelvhasználati versenyre az ország különböző pontjairól érkeztek gimnazisták, így például Zalaegerszegről, Budapestről, Kapuvárról, Egerből és több pécsi iskola diákjai is beneveztek.